6 év után újra határt fogok lépni kamionnal. Június 15-ig ugye Németországban fent áll a határellenőrzés. Ó, király! Tolkolják is bejelzett, hogy minden sirály, minden király. Megpróbálok felvenni egy billentést is, és azt mondták nekem és a kollégák, hogy ez itt nagyon szűk, nagyon szar, alig lehet elférni. És itt viszont lekezdhetem a hálót. Az biztos, hogy nem krumplis hal. Sziasztok, én Elvia vagyok, és a mai videóban kamionozok egy kicsit. Ha van kedvetek, tartsatok velem, de nem is húzom tovább az időt, csapjunk a lövök közé, gyertek! Nincsen hely, bazd. Nincsen hely. Mutatok nektek egy jó kis hálózásrendszer. És egy nagy kérdés. Mi ez, hagymásbab? Az biztos, hogy nem krumplis hal. Látjátok ott szembe azokat a hegy vonulatokat? Az ott az Alpok már. És 6 év után újra határt fogok lépni kamionnal. Azért ez is egy nagy szám, pedig már 2008 óta nyomom a gázpedált, mint sofőr. És ugye 6 évvel ezelőttig csak unióztam. Több cégen keresztül, több cégnél is próbálkoztam, és 6 éve már Németországban kamionozok is, és itt ugye nem nagyon kell határt lépni, de viszont most olyan fuvar feladat jött, hogy Salzburg a határátlépő, és onnan még 11 km-re lerakott tulajdonképpen. Salzburgnak a másik végére kell menni, úgyhogy ennyi a határátlépés, tovább nem is megyek, hanem onnan egyből jövök vissza Németországba, és fogok rakodni flát. Megpróbálok felvenni egy billentést is, hogy lássátok, hogy mégis az hogyan működik, de ide valahol a jobb felső sarokba, bal felső sarokba oda kattintottok. Nem most, hanem majd a videó után meg tudjátok nézni, de akár ha most is oda kattintotok, akkor most is meg tudjátok nézni. Konténer billentés és csere. Ugye itt a mai nap én hálóztam is egyet, megmutatom, hogy hogyan lehet földről hálózni, hogy nem kell felmászni a konténerre. Gondolom azért nem én vagyok egyedül,
kamionsofőr, aki ezt a munkát végzi, akár Magyarországon, akár Németországban, vagy akár máshol, hogyha netán-tán YouTube-oztok, akkor ezt a videót is meg tudjátok nézni, hogy vagy okosodtok belőle, vagy írtok valamit, hogy nem jól csinálok, vagy valami másképp adjátok tudtomra, hogy ez jó videó, vagy nem jó videó. Most jelenleg még 102 kilométerre vagyunk a céltól, úgyhogy még van vissza, most jönnek az A8-ason csengetünk. Ugye Münchent elhagytuk, volt egy torlódós rész, egy staus rész, de azt is egy nagyon minimálisan be fogom vágni ide a videóba, hogy lássátok. Ugye itt az autópályán nagyon nem történik semmi, úgyhogy ezt nem is nagyon fogom itt bekapcsolva hagyni a kamerát. Majd ha esetleg látok valami szép tájat, akkor mindenféleképpen. Na majd később jelentkezek még. Most mindjárt ott vagyunk a határon. Majd látjátok, ide értünk azokhoz a hegyekhez, amit még ezelőtt mutattam. Nem is olyan sokkal. Ez az utolsó benzinkút, ahol még ki lehet állni parkolni. Kamionnal vagy személyautóval. Mi a jövünk haza, vagy megyünk haza Magyarországra személyautóval, itt szoktuk megvenni a matricát, ennél a benzinkútnál, innen már csak 3 km, 4 km a határ, és mindjárt meglátjuk, hogy van-e torlódás, vagy nincs-e torlódás a határon. Június 15-ig ugye Németországban fent áll az ellenőrzés, határellenőrzés, addig marad a részleges karantén is. Úgy nagyjából nem megyek be egyenesen, mert hogyha netán ellenőrzés van, a személyautókat befogja, azt mi meg ott ragadunk. Úgyhogy megyünk itt a parkolón keresztül. Ugye látjátok is, hogy 7,5 tonna írja is amúgy is, hogy itt kell menni. Hat év után újra határt lépek. Látjátok, még jó, hogy nem mentem be egyenesen, már ott áll a személyautósor. Ez egy 10 perc lett volna, biztos. El vannak terelgetve itten ilyen betonokkal. Ez mit csinál? Piknikel? A fa alatt? A kukánál? És most léptünk át hivatalosan is Ausztriába. Ott van a tábla, ott ahol parkol a kamion. Nem ez a piros, ez a konténeres, ott mellette ez a színep.
ezek a sofőrök meg ide kiültek piknikelni, ráérnek. Biztos, hogy hétvége van nekik. Igen, és itt már jön az autópálya felhajtó ismét. Úgyhogy ennyi volt a határátlépés. Hála Istennek! Ráugrott a gázpedálra, mint az őrült, és hagyd szóljon. Jobb a gázon, ballába jobban. Ó, király, Toll Collect is bejelzett, hogy minden sirály, minden király, van rajta lóvé. Ugye a Toll Collectnél kiére nekem, hogy 5 tengely, és hogy AT, hogy Ausztria vagy. 5,6 km a lerakó. Már most addig nem kapcsolom ki a kamerákat, hanem megpróbálom nektek végig trécselni ezt az útszakaszt most már. Ugye muszáj bejönnöm, mert felrobbant az autópálya melléké egy kis busz. És beengedtem őket. Ugye itt előző tilos van, úgyhogy nem vicces. Itt meg itt oldalt szerelnek valamit. A következő videóban, nem ebben ne keressétek majd, a következőben majd fogok csinálni egy fülke túrt. Bemutattam a Scania-nak a belsejét, hogy nekem vannak olyan feliratkozóim, akik abszolút nem kamionoznak, és meg akarom nekik mutatni, hogy néz ki a Scania-nak a belseje. Szép a környék. Az idei nyáron állítólag nem lesz jó idő. De én nem mondom vagyok, inkább most teszem le az a köcsög eső, mint télen az a faszombó. Már bocsánat a megfogalmazás. Na. Ugye a Navi után megyünk, és Salzburg, látjátok. Salzburg. A kollégák mondták, hogy erre be kell jönni, erre a kis műútra, és azt mondták, hogy nagyon szűk, nagyon szar. Ugye van szemben ott jön a kamion, ha most én itt nem lenne ez az üres helye, se félnék egymás mellett. És azt mondták nekem, hogy a kollégák, hogy ez itt nagyon szűk, nagyon szar, alig lehet elférni. Valóban. Az komoly. És itt jön szembeforgalom is. Ez kész. És itt a facsomó mellett be. Na gyerekek, akkor ez ennyi. Majd a billentést még bemutatom nektek. Még oda beállok veletek együtt a mérleg elé. Ugye mi Reichlingot hozunk. Azt mondta a kolléga, hogy van 4 lámpa, és nézzem, hogy melyik a Reichling. Még azt mondja a második, úgyhogy mi beállunk a másodikba, jön ebbe bizony. Látszátok, ott van felírva, nem tudom, hogy mennyire látszik. Sonstige! Ott a Reichling. Így. És itt viszont lekezdhetem a hálót, addig nem mehetek be a mérleg alá. Na!
csak jelentkező papír, ez a leolvasó, ugye amit látod, az a két pötty, arra tartjuk, és kiírja, hogy Guten Fahrt, 21.480 kg vagyok üresen, az komoly.